Halió, sziasztok! Tudsz, ami vagyok, és megmutatom nektek, hogyan tudjátok a kamera profilokat használni. Jelenleg egy Sony a 7 at használok, és mindig bajom volt a színprofilokkal. Nos, beszereztem egy X-Lite Corolla checkert, és ezt fogjuk most megnézni, hogy hogy lehet ezt használni. készítettem egy ilyen fotót, amit látjátok, be van fotózva ez a Color checker. Ez egy 85 mm-es Samyanggal készült, autofókuszos, lehet látni, hogy 5800 a, Kelvinünk is, plusz 17 a tintünk. Nos, mi van akkor, hogyha betöltjük ezt a fájt, Adobe használunk, akkor láthatjuk, hogy Eléggé sárgás a bőre, piros nem az igazi. Viszont betöltjük ezt a mixet, akkor látjuk, hogy visszajött a bőrszín, és nem, nem sárga. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy letöltjük a fájt, ezt leírásba le fogom rakni. Letöltitek, kicsomagoljátok. Lightroom-ot elindítjátok, Edit, Preferences, Presets, Show Lightroom Develop Presets, Camera Raw Profiles, és ide bemásoljátok. Ahogy látjátok, itt van Sony A7 III, Mixed, ez a Mixed verzió, ez, ez kétfajta lencsével készült, egy samyang és egy egy Sony 50-essel. És ennek a kettőnek a szummáját, vagy közös, közös színprofilját használja. Ez nagyjából mind a kettő, az jó lesz szerintem. Ide bemásoljátok a fájt, a Lightroom-ot újraindítjátok, és akkor ha idejöttök a Develop fülre, rámentek itt a Profile-ra, Browse, vagy pedig itt ezekre a kis ikonokra. Akkor a Profiles résznél, ha lejöttök, nekem itt elég sok minden van már, akkor itt lesz, hogy Sony ilc -e 7 m 3 Mixed. Fölül van egy kis csillagocska, hogyha erre rámentek, akkor el fogja menteni a kedvencek közé. Innentől kezdve van nem más tenni, itt a Profile-nál kiválasztani, hogy Mixed. Ide jövök például erre a fájra. Ráközelítek. Borzalmas színek vannak. 5003-as Kelvin plusz 17 tint. Tehát látjátok, hogy sárgás, minden, mindenféle szín van itt. Lejövök, kiválasztom a Mixed, és hoppá, visszajöttek a színek. Szóval ezt ajánlom mindenkinek. Ez itt egy másik fotó, itt látjátok, hogy borzasztóan sárga, itt még a white balanszunk is elcsúszott, 6000 körül van, kiválasztom egy mix és, és egy picit azért visszaveszek ebből, szerintem inkább ez a 5500 körül lehet, és, és ez a tint is nagyon sok, nagyjából ez lehet a valódi bőrszíne. Ilyen volt. És ilyen lett. Még mindig lehet egy kicsikét, hogy magentás, de talán így. Szóval ennyit számít. Remélem hasznos volt. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a csengőt, kövessetek be Facebookon és Instagramon is. Köszi, sziasztok!